Ennek a kiállításnak egyre az volt a címe, hogy mi történik, hogy műtárgyakat tűzünk ki a múzeumban. Nagyon érdekes gondolat, azok kezdem ezzel, mert nem ez lett a cím, aztán végül is, de hogy ezzel érdemes gondolkodni. És érdemes az, hogy gondolkodni, hogy egyáltalán mi értelme van, és mi az értelme egy ilyen gondolatfeltésnek, mert ugye ez egyszerre a műtárgyakkal is, meg a múzeumokkal is foglalkozik, plusz még a tűzzel is. Most az a címe, hogy Fire Walk With Me, és ennek a pontos szövegkörnyezete, az hevenyészet magyar fordításban úgy néz ki, hogy a jövő múltján keresztül a varázsló, mágus látni szeretne, és ezt énekli, tűz, gyere velem. A kezdetekhez visszaugorjunk. Mielőtt ember létezett volna, görögök szerint a titánok voltak a titánok voltak a legfontosabb, legelső, leghatalmasabb istenek. Ők voltak Gájának, a Földnek és Uránusznak, az égnek a leszármazottai, és ők uralkodtak az arany korszakon át. Ők hatatlanok voltak és hihetetlen erősek voltak. A legifjabb titán, akit Kronosznak hívtak, megdöntötte az apja uralmát, Uránusz uralmát, az ég urának az uralmát, következő módon, hogy édesanyjával, Gájával szövetkezett, és Gája egy hatalmas sarlót csinált a fiának, Kronosznak, aki ezzel kasztrálta édesapját. A használás során elveszett testrészeit a tengerbe dobta, többek között ebből lett Afrodité. A dolog érdekes abban a szempontból, hogy amikor Gája ezt kitalálta, akkor összehívta a többi testvért is, tehát Kronosz nem volt egyedül. Egyedül Kronosz volt, aki vállalta ezt a feladatot, hogy apját megmentse, megölje és a uralomra törjön. Mint általában ilyen esetben az uralkodó Kronosz végül paranoiás lett, és Ádám attól félt, hogy az ő uralmát is meg akarja valaki törni és dönteni, és ezért azt állta ki, hogy minden gyerekét, aki született, azonnal lenyelte. Az ő felesége, Rea, aztán az úgy oldotta meg ezt a helyzetet, egy idő után valószínűleg legeletebből, hogy a legkisebb gyerekét, legfrissebb gyerekét, akit szült, a pólyába egy követ csomagolt, és azt adta Kronosznak, és azt tette meg, és így a legkisebb gyerek megmenekült. A legkisebb gyereknek az volt a neve, hogy Zeus. Zeus egy szolga képében egy olyan hashajtó vagy valamilyen keveréket adott a apjának, aminek a segítségével kihányta az összes korábban lenyelt gyermekét. És ezekkel a testvéreivel Zeus egy felkelést szervezett a titánok ellen. Ez volt a titánok harca, a titánomáchia, az a küzdelem, amelyiket a titánok, akik az Othris hegyén laknak, az új, a tőlük leszárazott új, friss generációval, az olimpuszi istenekkel vívtak. Nyilvánvaló ennek a szimbolikája, tehát hogy a generációk között van egy harc, szülők és a gyerekeik között, és ez abból a szempontból érdekes, hogy a szülőknek el kell fogadni, és teret kell adni a gyerekek növekvő igényeinek, ezzel mint egy az emberi faj túlélését, mint egészét kell biztosítani.
A Prometheus, akit általában úgy ismerünk, hogy ugye a közhelyes tűzzel kapcsolatban, Prometheusnak a apja titán volt, az anyja meg egy nimfa, és ő volt az, aki emiatt a kettőség miatt átállt a Zeuszék oldalára, és segítette Zeusz abban, hogy megdöntse titánoknak a uralmát. A Zeusz annyira elégedett volt Prometheus tevékenységével, hogy megbízta őt, hogy kreálja meg az embert. Tehát a Prometheus az első, tehát nem az egyetlen olyan isten, aki embert teremtett, de az egyetlen, aki nem csak embert teremtett, hanem mint majd mindjárt látni fogjuk, a tüzet is elhozta. Prometheus ezt a feladatot megoldotta, és ettől kezdve valamiképpen ő az emberek ügyét képviselte az istenek között. De azért mégiscsak volt benne valami tüske, azért mert a főnök kiirtotta a családját, és egy fontos akciót hajtott végre, a halandók és a halhatatlanok közötti elválasztást, az áldozatoknak, az áldozatok bemutatásakor az áldozat felét ugye Zeusnak kellett felajánlani. Zeus nagyon mohó volt, Prometheus nagyon okos volt, és fölkínált egy választást Zeusnak, egy marhabőrbe csomagolt bivajcsontok és zsír, tehát értéktelen ennivaló, és egy értéktelen külsővel rendelkező, de nagyon értékes táplálóanyag között. Zeus természetesen mohó volt, és felületes, és azt választotta, ami jobban nézett ki. Ezzel viszont egy precedens teremtett, tehát az embereknek, onnantól kezdve, akiket Prometheus hozott létre, nem kellett okvetlenül mindent Zeusnak feláldozni. Zeus ezt meg akarta torolni, és ezért megmondta a tüzet az emberektől. Nem csak a tüzet mondta meg, hanem Pandurát is elküldte az emberek közé. Pandura az első nő. A női, úgymond női fajnak, a mitológia szerint az őse, minden nő őse, Pandura. Zeus igazából akkor haragudott meg Prometheusra, amikor elkezdte tanítani Prometheus az embereket különböző tudományokra, matematikára, mérnöki tudományokra, fémöntésre és egyebekre, és akkor történt meg az, hogy Kaukázus szikláihoz láncolta Zeus Prometheustól, mindig jött egy sas, aki a máját kitépte, mivel halhatatlan volt, az másnapra újra nőtt, sas újból jött. Egyrészt Heraklész 14. küldetése során, mint egy mellékesen Prometheus kiszabadította. Másrészt van egy másik változat, miszerint Zeus végtelen kegyében azt mondta, hogy akkor elengedi Prometheust, hogyha az emberek közül, akiket ugye ő teremtett és annyi jót tett nekik, egy valaki feláldozza magát. Az volt a probléma, hogy senki nem áldozta föl magát, egyedül egy kentaur, aki félig ember, félig állat. Ami még tanulságos, hogy Prometheusnak a neve annyit jelent, hogy az, aki gondolkozik, mielőtt cselekszik. Szerintem ennél frappásabban nehezen lehetne megint egy kiállítást, de arra még gondolkodtam, hogy valamilyen tüzes akcióval tegyem emlékezetessé ezt az estét. Ki is találtam, de egyszerűen
fáradtság és motiválatlanság okán ezt nem tettem meg. Viszont nagyon szívesen elmesélem, mivel az elmesélt műalkotásoknak nagy barátja vagyok, hogy mi lett volna ez az akció. Nagyon tetszenek, hogy itt vannak ezek a konnektorok, és gondoltam, hogy kérek kölcsön egy fúrógépet, biztos van egy stúdióban egy fúrógép, és előveszek egy ceruzát, előveszek egy öngyújtót, nem is öngyújtót, hanem egy dobozgyújtót. És megismétlem azt az akciót, amit egyszer régen csináltam. Meggyűltöm a ceruzát. Megvárom, míg elszenesedik. És akkor ezzel a rajzszínnel rajzolok, de úgy, hogy beleteszem a fúrógépbe, és fúrófej helyett ezt fogja forgatni. Azon is gondolkodtam, hogy jó rendben van, hogy ezt beleteszem a fúrógépbe, és el fog szenesedni, de hogy mi legyen az, amit felírok bele a falra. Arra gondoltam, hogy azt írom föl, két zárójel közé, sic, felkiáltójel. Köszönöm szépen, akkor megmondjuk a kérdést. Még szeretném megköszönni Kárának a segítséget, a nemes harcinak, a Ramalinak és a Mucsi Mesterinek.